srácok, én Excess vagyok, és belőle megint nem láttuk sokat, mert az a helyzet, hogy egyszerűen olyan kicsi a szobám, hogy ezt sehogy sem tudom megoldani, hogy lássatok egyszer engem, illetve azt, amit én kicsomagolok. Ezen igazából csak úgy tudnék javítani, hogyha lenne egy nagyobb látószögű kamerám, mert ugye ezt egy iPhone 6-es kamerával veszem fel, de ugye a webkamerám a Logitech C920 se képes nagyobb látószögre, pedig amúgy igazából láthatok kéne engem is, meg a csomagot is, hogyha rendes kamerám lenne, de sajnos nincs, és lényegében ezt nyáron tudom majd kijavítani, hogy lássatok engem is. Szóval nyári körülbelül az ilyen kibontós videók csak így lesznek, vagy pedig másik hátteret kell válasszak, szóval máshol kell kibontsam őket. De lényegében annyi, hogy most egy cipőt fogunk kiunboxingolni. Igazából a címből már lehet leesett nektek, de én ki is bontom. Ami tudnotok kell, hogy a DHL rohadt gyorsan kioszta ezt a cipőt. Mindjárt meg is látjátok, hogy ez milyen cipő. Gyorsan leszedem a tetejét. Hát igen, egy giga nagy kés hoztam hozzá. Szóval kurva nagy a kés. Na. Pont fejjel lefele bontottam ki, de ügyes vagyok. Na akkor várjátok, megfordítom így. És akkor lehúzom ezt a tetejéről, mit szóltok. Várjátok, ezeket igazából nem kéne, hogy lássátok, de mindegy. Hozzá van magad az oldalához. Na. Így. Valaki tudja, hogy ez mi? Vagyis a címben úgyis benne lesz, szóval teljesen mindegy. Ez egy Adidas Yeezy Boost 350 V2, azt hiszem V2, de ebben nem vagyok biztos. Igen, V2. És az oldal az felkeresett, én meg, ugye nekem ez a cipő nagyon tetszik. Én eleinte úgy voltam ez a cipővel, hogy kurva undorítóan néz ki, ormótlan, meg minden. Aztán annyira nézegettem, komolyan mondom, ezt a cipőt, hogy egyszerűen megtetszett nekem, és ami a legjobban tetszik benne, hogy volt belőle piros-fekete. Nos, én imádom a fekete színt, illetve a pirosat is, és egyszerűen szerelmes lettem ebbe. Kétfajta piros van belőle, ha jól tudom, aminek red strip, magyarul piros csík van az oldalán. Meg van egy, amiben csak a szöveg piros. Na hát a bontsuk is ki, én azt mondom. Amit fontos tudni, hogy elméletileg ez egy replika cipő. Ugye ennek a cipőnek az eredeti ára közel 200 ezer forint, és Magyarországon, ha jól tudom, nem is tudunk ilyet bevásárolni, csak külföldön. Amit leírtak nekem e-mailben, az, hogy ezek a cipők ugyanolyan anyagból készülnek, mint az eredetiek, és konkrétan semmiben nem különböznek. Szóval ugyanolyanok, mint az eredeti, még az anyag használatuk is ugyanolyan. Nos, hát nem tudom, hogy ez valóban így van, de én azt mondom, bontsuk ki, srácok, mert akkor én már itt egy blokk, egy számla róla, hogy konkrétan mit is vettünk, meg hogy ez mi. Leszedem ezt az egész tetejét most, hogyha persze lejönne, és ezt le is teszem a földre, mert ez nem kell nekünk. Most igazából itt van maga az egész cipő, ugye találunk rajta egy ilyen... Ú, de jól néz ki, gyerekek, én már látom a cipőt. Találunk rajta egy ilyen vajszínű, vagy nem is tudom, ilyen szürkés színű fóliát, amit ha lehajtok, itt is van a cipő, amit kicsit félre rakok. Ú, de nehéz, basszus. Ki is veszem belőle ezt a fóliát, és ide félre rakom. Nos, gyerekek, itt van maga a cipő. Hú, gyerekek, azt a durva mindeniségét. Azt a rohadt de puha. De puha talpa, srácok. Hú, ez... Ó, gyerekek, ez nagyon komoly. És ugye itt van rajta a fordított szöveg, mert ugye ezeken fordítva van rajta a szöveg, úgy tudom. És igazából minden, ugye láthatjátok ott benne az Adidas feliratot, teljes mértékig, ugye hátul a három csíkot láthatjátok. A talpon ugyanúgy van fenn az Adidas felirat, és ott van alul a Boost, és magának ez a hub, vagy nem is tudom ez milyen része, ez rohadt puha. Szóval azért is választottam ezt a cipőt, mert nekem van egy piros Jordanem, aminek a verzióját már nem tudom fejből, de valami retro, és az nagyon kényelmetlen, jól néz ki meg minden, de nagyon kellemetlen hosszú távon, és akkor például itt lenne nekem ez a cipő, hogyha én szeretném azt használni, és
A talpa tényleg olyan, mint az eredeti, mert világosból sötétbe átmegy. Szóval ez tényleg full ugyanolyan, mint hogyha az eredeti lenne. Cipőfűző is teljes mértékig ugyanolyan. Benne szokásos, ugye ez a sallang, ez a cipőkitömő. Hát gyerekek, ez nagyon komoly. Ez nagyon durva. Teljesen úgy néz ki, mint az eredeti. Még itt van a varrás is, nézzétek meg, itt teljesen az is ugyanolyan. Az orra is teljesen, a ragasztások. Itt hátul a ragasztás, itt kell nézni konkrétan, mert itt van felragasztva a talp része. És ez is fullosan ugyanolyan, mint hogyha a eredeti lenne. Szóval ez nagyon durva. Hát ez nagyon komoly lett, srácok. Én erről nem tudnám megmondani a replik, ugye hátul is a varrás teljesen király, meg minden. És ja, ezt a videót nem fogom egyből feltölteni, mert a cipőt én használni fogom, és utána fogom elmondani, hogy konkrétan nekem mi is erről a véleményem, hogy megéri ilyet venni, illetve hogy mik a tapasztalataim vele. Amit elmondok elsősorban, hogyha valaki szeretne ilyet venni, ugye ez újonnan, hogyha külföldről vennél, ugye eredetit nagyon-nagyon nehéz belőle találni Magyarországon, de hogyha külföldről szeretnél venni, akkor én ezt csak személyesen ajánlom, mert interneten nagyon sokféle átbaszás van, vannak a fake cipők, vannak a replikák, meg a társaik. Szóval, hogyha replikát szeretnél venni, hú gyerekek, ez amúgy nem bírom betenni, teljesen jól néz ki meg minden. Full olyan, mint az eredeti. Ez nagyon durva. Még az, tényleg az anyaga is teljesen olyan. Szóval, hogyha szeretnétek hasonlót venni, ez a cipő körülbelül 50 ezer forint igazából. A leírásban találtok egy linket, és kaptok hozzá egy 10%-os kupont, hogyha esetleg ezt meg szeretnétek vásárolni. Igazából csekkoljátok az Instagramon, oda fogok kitenni róla képeket, meg véleményt, hogy igazából milyen ez a cipő, de ugye a videóba is bele lesz vágva rendesen, hogy mi a véleményem róla, és hogy milyen. És hát ja, akkor ide jön egy bevágás, hogy milyen igazából. No, sziasztok újra, nos a cipőt már kipróbáltam, hogy milyen, és eszméletlen. Ennyire kényelmes cipő még a lábamon nem volt. Személy szerint az, hogy én kiadnék el 40-50 ezer forintot egy ilyen cipőjér, ezt átgondolnám, de az, hogyha tudnám, hogy ilyen, valóban ilyen kényelmes, akkor lehet, hogy simán nem is gondolkodnék rajta, hanem azt mondanám, hogy persze, akkor vegyek egy ilyet. Szóval aki szeretne kényelmes cipőt, és hát személy szerint valakinek tetszik ez a cipő, van akinek nem. Nekem nem tetszett, de viszont most már nagyon tetszik. Egyszerűen nem tudom, valahogy megszerettem ezt a kinézetet. Annyit néztem, tényleg. Tényleg, egyszerűen ennél kényelmesebb cipőben nekem a lábam még nem volt, és eszméletlen jó benne járni. Teljesen más, mint a Jordanemben járni, és úristen, nagyon durva. Szóval, hogyha szeretnétek esetleg ilyet venni, akkor leírásba találtok egy linket, arra kattintva meg tudjátok ezt venni 10% kedvezménnyel, meg a leírásban lesz egy 10% kedvezményes kupon, aki szeretné, használja nyugodtan, az oldal nem átbaszás, teljes mértékig korrektek, hogyha segítséget kértek tőle, akkor nyugodtan írhattok neki is, meg nekem is a leírásba, vagy felkeresettek Facebookon. A csomag, mire megjön, az 2 darab nap volt nekem, tegnap feladták, ma érkezett meg, szóval teljesen korrektek, és tényleg srácok, én csak ajánlani tudom, mert egyszerűen ez a cipő, én nem tudom, nekem nagyon tetszik, nagyon kényelmes, szóval lehet azért, mert igazából én nem hordtam soha ilyen kényelmes cipőket, de ez nagyon durva. Szóval köszönöm a figyelmet, hogyha tetszett, akkor csapassatok egy lájkot és iratkozzatok fel, és ja, sziasztok srácok!